Sziasztok mindenki! Ma egy sztorit szeretnék elmesélni nektek, éppen ma történt velem. Fél hat fele jöttem haza nagybátyáméktól biciklivel, anyám kis aranyos lila bicikliével, még gyerekülés is van rajta. Hát jövök aranyosan az utcán, gondolkodok, ilyenkor elmérkedek, tök sötét van meg minden. Egyszer csak ugott egy kutya. Hát mondom, hát nem cseszeltek ki velem, hát kikerülnek. Mondom, megkerülöm jobbról. A kutya az úgy jött utánom, hát a négereket nem látom ilyen gyorsan futni, vagy a leopárdot, vagy mit tudom én mit. Úgy jött utánom, mondom, takarodjál már! Tekertem, olyan gyorsan tekertem, hogy egy versenybiciklis nem ért volna utól. Majdnem leszedett a bicikliről, vagy kapkod utánom, mondom, hess innen, ja, te nem csirke vagy, kutya vagy, menj innen. Nagyon küttenek, olyan gyors, ilyen gyorsan még nem mentem biciklivel. Nagyon megkergetett, mondom, takarodjál már, ne hülyedök! Azt így hesegettem a kezemmel, jó, hogy nem harapta le az ujjaimat. Ilyen gyorsan én még nem mentem biciklibe. Hát én annyira megijedtem, ha minek engedik ki az ilyen kutyát? Ilyen aranyosan, míg elmerkedek az utcán, még ilyen beleélem magam, érted, van zene hozzá, és akkor beleélem magam, elkezd kergetni a kutya. Ha olimpián nem látok ilyen gyorsan biciklizni senkit, ja, hogy olimpián nem is biciklizni. Na, mindegy, a négerek nem futnak ilyen gyorsan. Én nagyon félek a kutyáktól, főleg amik így megtámadnak. Egyszer egy kutya úgy megharapott, hogy... Hát seggbe harapott egy kutya kiskoromban, hát vérzett a seggem. Na, vannak ilyen dolgok, tényleg. Jó, én nagyon félek. Legyen, hát a főttől ekkora kutya. Jó, nem látjátok a fődet, legyen ekkora. Legyen ekkora kutya. Tényleg nagyon megijedtem, de hát... Nehogy már itt rágja a Pál utcai fiúkat. Nem ez a durva, hanem hogy a kutya kerget engem. Lehagytam simán. De az én nagyon megijedtem. Durva volt. Na, tényleg csak ennyit akartam. Mik történnek velem?